Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Bringás reggeli Szekszárdon 220 csomagot osztottak ki a Tolnai megyeszékhelyen. Országos szakmai közlekedés rendészeti verseny, a legjobbak mérték összetudásukat Szekszárdon. Pályázatok civileknek, közel 10 milliárd forint áll rendelkezésre jövőre. Alzheimer világnap. Magyarországon megközelítőleg 300 ezer embert érint a betegség. 220 reggeliző csomagot osztottak ki Szekszárdon szerdán a Bringás reggeli nevű program kapcsán. A megyei jogú város és sportközpontja is csatlakozott az országos kezdeményezéshez. A város 4 pontján várták az arra tekerőket egy körülbelül 1200 forintot érő csomaggal. Az esemény célja az volt, hogy arra ösztönözzék az embereket, hogy inkább alternatív közlekedési módokat vegyenek igénybe a munkába vagy iskolába járáshoz. Jó reggelt kívánok az autóvereket naphoz kapcsolódó programba egy reggelivel kedveskedünk. Ez a 4 tagú család ma reggel biciklivel indult el, hogy iskolába, óvodába vigyék a gyerekeket. A szekszárdi Tarcsai utcai Halárus parkolójában Zaják Rita polgármesteri tanácsnok reggeliző csomaggal várta az arra bicikliző embereket, megköszönve azt, hogy a kerékpárt választották közlekedési eszközként a mai napon. Többen voltak, akik nem csak az autómentes nap miatt ültek kerékpárra. Nagyon szépen köszönjük, és minden nap biciklivel járok. Országszerte minden évben, szeptember 22-én megtartják az autómentes napot. Az országos akció célja az, hogy felhívják a figyelmet a megnövekedett autóforgalom okozta környezeti problémákra. A hosszú távú célkitűzések között szerepel az is, hogy rávegyék a rendszerint autóval munkába, iskolába kikapcsolódni járók polgárokat, hogy az utazáshoz fenntartható alternatív közlekedési módokat vegyenek igénybe. Köszönöm szépen, hát ez meglepő volt. Köszönöm szépen. A Béri Balog Ádám utca és a kórházi parkoló sarkán is várta egy stand az arra tekerőket. Szőke Gergő, a szekszárdi sportközpont ügyvezetője úgy nyilatkozott, hogy számára is meglepő volt, hogy mennyien közlekednek kerékpárral a városban. Majdnem, hogy kevés csomaggal készültünk, mert nagyon nagy keletje van a bringás reggeli akciónknak. Nagyon örülök, hogy a városunkban ilyen sok bringás jár iskolába, illetve munkába. Én úgy látom, hogy lehetne ezt szaporítani is ezt az alkalmat. Az önkormányzat, illetve a sportközpont munkatársai 4 helyszínen voltak jelen a városban. A csomag szendvicset, csokit, almát és gyümölcslét tartalmazott közel 1200 forint értékben. Ez egy országos projekt, Szekszárd most vesz részt ezen először. Vasárnap már volt egy Bringás Szekszárd programunk, ahol 70 gyereket, illetve felnőttet meg tudtunk mozgatni. Úgyhogy összesen, ha jól számolom, akkor már közel 200 ember bringára pattant a program alkalmával. Szőke Gergő azt is hozzátette, hogy mindannyian tehetünk környezetünk megóvásáért azzal, hogy csökkentjük a környezeti ártalmakat. Nem csak a mai napon, hanem minden nap. 501 új megbetegedést igazoltak kedden, ezzel a járvány kezdete óta összesen 819.021 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 2 beteg, így az áldozatok száma 30.143 főre emelkedett. 406 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 46-an vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már 5.866.000-en kaptak. Tolna megyében 2 új fertőzöttet regisztráltak kedden, így a járvány kezdete óta összesen 17.895-en kapták el a koronavírust az országnak ezen a részén. Szekszárdon tartották a 10. országos szakmai közlekedés rendészeti versenyt. A Tolna megyeiek kivételével hazánk legjobb motoros és autós egyenruhásai mérték össze tudásukat. A látványos összecsapásnak egyéni és csapatfordulói is voltak. Szirénázva több tucat rendőrautó és rendőrmotor vonult fel szerdán reggel a szekszárdi Béla király térre. Nem bűnözőket kerestek, hanem egy különleges versenyre készültek. A Tolnai megyeszékhely adott otthont ugyanis a 10. országos szakmai közlekedés rendészeti versenynek. Pillanatok alatt ugrott be a rendőrautóba az egyik versenyző. Ezt követően egy bonyolult szlalompályán kellett végighaladni a legrövidebb időn belül.
A nem mindennapi versenyen az ország legjobb rendőrjárőrei vettek részt. Volt, aki hetekig készült, mielőtt Szekszárdra érkezett, ám az eső még a leggyorsabbaknak is feladta a leckét. Gyors, technikás, ugyanakkor látni az oszlopokon van teniszlabda, az nagyon trükkös. Odaér az ember, csak ha nem akar leesni, utána meg földöl a bója is, hogyha az oszlop, hogyha az ember nem figyel oda. Ügyes, nagyon jó pálya. Eközben néhány száz méterrel arrébb a motoros rendőrök is összemérték tudásukat. A Széchenyi utcán felállított szalonpályára a legtöbben azt mondták, igazán rutinosnak kell lenni, hogy az ember hiba nélkül tudjon rajta végigmenni. A pályaépítők megtettek mindent annak érdekében, hogy megnehezítsék a feladatainkat. Tekintettel arra, hogy esik az eső, még ez plusz nehezíti a pályát. A nyomvályos útszakasz is, illetve a szűk fordulók, amik egy kicsit izgalmassá teszik ezt a versenyt. A versenyre az ország legjobb rendőrsofőrjei érkeztek. Összesen 19 induló csapat van. Tolna megye nem képviselteti magát a Fair Play jegyében ezen a rendezvényen. 18 másik megye, valamint a budapesti rendőrfőkapitányság csapatai vesztek részt a megmérettetésen. A versenyzők a nap során egyéni és csapatszámokban is összemérték a tudásukat. A szennyvíz koronavírus koncentrációjának országos átlagát tekintve továbbra is lassú emelkedés mutatkozik. A vizsgált települések zömét, így Szekszárdot is stagnáló tendencia jellemzi, azonban Pécsett és Székesfehérváron növekedés tapasztalható. A koncentrációt tekintve 13 városban továbbra is alacsony a vírus koncentrációja, míg 9 mintavételi hely már a mérsékelt tartományba esik. Közel 10 milliárd forintra pályázhatnak jövőre a hazai civil egyesületek a Nemzeti Együttműködési Alapnak köszönhetően. A lehetőségekről most Szekszárdon tartottak tájékoztatót. A programot szervező Dunamenti Polgári Egyesület elnöke szerint fontos, hogy a helyi közösségek vezetői minél több információhoz jussanak a nekik szóló lehetőségekről. A bukovinai székelyek Szekszárdi Egyesülete 10 éve működik. A tagok között egyre több a fiatal. Nem véletlenül, hiszen rengeteg programot szerveznek, és állandó részvevői a Tolnai megyeszékhely rendezvényeinek is. Most az egyesület vezetői is részt vettek azon a tájékoztatón, amin a következő időszakban a civilek által igénybe vehető pályázatokról volt szó. Összességében elmondhatom, hogy sikeresen tudtunk pályázni. Pályázatok összegéből fel tudtunk öltözködni, tehát viseletes ruháink vannak, a férfiak, női ruháink, a konyhai eszközöket berendeztük, gáztűzhely, mosogatógép, projektorunk van, a takarításhoz mindenféle eszközünk van. A civil egyesületek a kormány többféle pályázati rendszerében is részt vehetnek, például a Magyar Falu programban, de a Városi Civil Alap is nekik szól. Ezek mellett pedig a Nemzeti Együttműködési Alap tenderein is évről évre indulhatnak, ráadásul egyre több pénzhez juthatnak így. Idén 9,3 milliárd volt benne, jövőre 10,8 milliárd lesz, tehát egy érdemi növekmény, másfél milliárdos növekmény van benne. Én szerintem ez jó a civileknek, lesznek egyéb pozitív változások is a pályázati kiírásban. Az egyszerűsített pályázat például 300 ezer forintról 350 ezer forintra nő, ami pozitív, különösen úgy, hogy aki elindul ezen, az bírálóbizottság nélkül alapvetően nyertesnek tekintheti magát. A civileknek szóló tájékoztatót a Dunamenti Polgári Egyesület szervezte. Az elnökük Berta Zoltán azt mondja, fontos, hogy az egyesületek minél többet tudjanak az általuk igénybe vehető forrásokról. Alapvetően a működésükkel kapcsolatos forrásszerzés elsősorban a támogatások témaköréről fognak előadások elhangozni. Egyrészt, hogy milyen forrás lehetőségek voltak, lesznek a közeljövőben, illetve ezeknek a gyakorlati felhasználása, elszámolása, ezzel kapcsolatos szakmai tájékoztatók. Magyarországon összesen több mint 34.700 egyesületet jegyeztek már be, közülük 982 működik Tolna megyében, a Dél-Dunántúlon pedig több mint 4.100. Egy mentő és egy személyautó ütközött Nagykónyi térségében szerda délután. Az eddig rendelkezésre álló adatok szerint a 61-es főút 67-es kilométer szelvénye közelében történt a baleset. Információink szerint többen megsérültek. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére félpályás forgalomkorlátozás volt érvényben.
Október 4-től elérhető lesz az új zöld csokhitel a gyermeket vállaló vagy nevelő családok számára. Az egyik feltétel, hogy legalább BB energiahatékonyságú új lakást vagy családi házat vásároljanak vagy építsenek. A teljes futamidő alatt fix kamatozású hitelt ígérnek a programban résztvevőknek. A Zöld Otthon program 200 milliárd forintos kezdeti keretösszeggel elindul. Ez egy maximum 70 millió forintos, 2,5%-os kamatozású kölcsönt jelent azoknak, akik energiatakarékos új otthont építenek. És hogyha valaki fölveszi a csokot, akkor ebben az esetben a hozzá kapcsolódó csok kölcsön az már kamatmentes lesz teljes egészében. Tehát azok a családok, akik energiatudatosan új otthont építenek, felvehetnek egy 2 gyermek esetén 10, 3 gyermek esetén 15 millió forintos kamatmentes kölcsönt az új otthonuknak a megépítéséhez. Abban bízom, hogy ez egy komoly segítséget tud majd nyújtani az érintett családoknak, hiszen sokan vannak olyanok, akik környezet tudatosan élnek, és az építkezésnél is ezeket a szempontokat kiemelten szem előtt tartják. Az Alzheimer világnapot 1994-ben indította a Nemzetközi Alzheimer Társaság az Egészségügyi Világszervezet támogatásával. Magyarország 2011-ben csatlakozott a rendezvényhez. Minden év szeptember 21-én a világ különböző pontjain részt vesznek az emberek olyan eseményeken, amelyeknek célja, hogy felhívják a figyelmet a betegséggel küzdőkre. Idén Tolna városa is csatlakozott a kezdeményezéshez. Szeptember 21-e az Alzheimer világnapja. A Tolnai Senior Örömtánc Klub idén már 2. alkalommal csatlakozott az eseményhez kapcsolódó mozgalomhoz. A programon dr. Barna Györgyi házi orvos is részt vett. Ő azt mondja, a betegség nem csak az időseket érinti, van, akiknél már fiatalkorban elkezdődik. Az Alzheimer kor tünetei között szerepel a memóriazavar, a személyiség megváltozása, illetve a beszéd és írás készség romlása. A legnagyobb veszteség talán az, hogy azzal, hogy elvesztem az emlékeimet, elvesztem a kapcsolatomat a családommal, a barátaimmal, az engem körülvevő emberekkel, azzal teljesen el is szigetelődöm, és a családra is ez egy óriási nagy teher. Dr. Barna Györgyi szerint, amint észlelik valakinél az első tüneteket, forduljanak orvoshoz, gyógyszeres kezeléssel enyhíthetnek a panaszokon. Továbbá nagyon fontos a társas tevékenység, a logikai feladatok, rejtvények megoldása, mondja a házi orvos. Pillanatnyilag megelőzni nem lehet. Nem lehet sajnos. Nagyon ígéretesek a kutatások, olyan értelemben, hogy talán egy picit kitolni. Kitolni azt a szakaszt, amikor még nem következik be ez a teljes demencia. De igazából sem gyógyszeresen, sem egyéb terápiával gyógyítani nem lehet. Egy felmérés szerint az Alzheimer kor 3 másodpercenként szedi áldozatait a világon, és több mint 50 millióan élnek demenciával. Magyarországon megközelítőleg 300 ezer embert érint a betegség. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Áramtermelés és védelem az időjárástól, napelemes tetőcserép gyártásába kezdtek Pécsen. A 100. évfordulót ünnepli a NAV, 1921-ben létesítettek vámhivatalt Mohácson. Biztonságos Balaton, lezárult a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság idei szezonja. Egyszerre véd az időjárástól és energiát termel. Erre képes az a tetőcserép, amelynek a napelemes részét Pécsen gyártják. Az üzem hivatalos átadóját kedden tartották, ahol a pénzügyminiszter is részt vett. Varga Mihály azt mondta, a kormány minden jó gazdasági elképzelést támogat. Példa erre az üzem megnyitása, hiszen a robotizált gyártósor kialakítását nagymértékben segítették központi forrásból. Látogatók Pécs legújabb üzemében kedd délelőtt. Különleges terméket állítanak itt elő, amire a pénzügyminiszter is kíváncsi volt a gyáravatáson. Napcella, ugye azok a félvezető eszközök, amik aztán a napenergiát átalakítják villamos energiára. Ezeknek az összeképtetéséről kell gondoskodnunk, 4 cella kerül rá erre a termékre.
Ez a termék pedig egy hazai családi vállalkozás napelemes tetőcserepe, aminek az áramtermeléshez szükséges részét gyártják mostantól a Baranyai megyeszékhelyen. A cég ezzel a termékkel bizonyos értelemben világelső, mondja az igazgató. Az, hogy a tetőn a napsugárzását villamos energiává alakítsuk, ez egy nagyon régi történet, de a hármas egységet mi szerint ennek van egy gazdasági, egy műszaki és egy esztétikai oldala. Ezt eddig tömegtermelésben a tudomásunk szerint nem tudták másutt megvalósítani, tehát nem adaptálták még ezt a technológiát. Így elsők vagyunk, igen. Eredetileg Bolyban van a cég központja. A terület országgyűlési képviselője is büszke a társaság eredményeire. A meggyőződésem, hogy ez a cég már most is Magyarországon, sőt Közép-Európa néhány országában piacvezető, ezzel a termékkel pedig én azt gondolom, hogy határtalan perspektívák nyílnak előttük, és mindezt Baranyában, Bolyi céghelyű cég Pécsen valósítja meg. Büszkeségre adok ott. A napelemes tetőcserép gyártásában most nyitott üzem megvalósításához a kormány nyújtott támogatást, de nem ez az első helyi gazdaságot segítő lépés. Multik letelepítését, oktatási-kutatási központ létesítését, az egyetem fejlesztését támogatja a kormány a pécsi képviselő szerint. Pécs első számú partnere az a jobboldali kormány, bármit is mond a baloldali városvezetés, és bármennyire is tehetségtelen, tehetetlen, és még egy városfejlesztési stratégiával sem rendelkezik a baloldali városvezetés. Ők tutyimutyik, ők nem dolgoznak, közben a kormány pedig dolgozik és segíti Pécset és a pécsieket. A pénzügyminiszter is megerősítette, hogy a kormány támogatja a jó gazdasági terveket, elképzeléseket, akár cégekről vagy önkormányzatokról legyen szó. A lokális, helyi vezetők, helyi cégvezetők és akár politikai vezetők tekintetében is, ha megvan az az eltökéltség, nyitottság és van világos vízió meg cél, hogy mit akarunk elérni, hova akarunk eljutni, akkor a kormány ehhez eddig is és ezután is nagyon szívesen lesz partner. Tehát itt egy kölcsönös egymásra találásra gondolok én alapvetően. Ez történt a mostantól napelemes tetőcserépgyártással is foglalkozó Bolyi céggel is. A több mint 724 millió forintos beruházáshoz a kormány 326 millió forintos támogatást nyújtott, ami a pécsi üzem megnyitását segítette. 1921-ben létesítettek vámhivatalt Mohácson. A 100 éves évfordulón megemlékeztek a határkirendeltség múltjáról, ismertették jelenlegi helyzetét, valamint köszöntötték a nyugdíjba vonult, és jelenleg is a Mohácsi Vámhivatal folyamellenőrzésnél szolgálatot teljesítő kollégákat. A megemlékezés végén a Mohácsi határkirendeltség Hannover elnevezésű hajójára is felszállhattak. Két vámügyi szerv kezdte meg működését 1921 őszén Mohácson. A vámőrség bújtatott katonai szervezet volt, a vámhivatal pedig a mai kirendeltség elődje. A folyami határkirendeltség centenáriumi ünnepségét a 2007-ben épült székházban tartották. A határforgalmi feladatok ellátásában résztvevő hivatalok jelenleg is ebben az épületben működnek. Ez egy nagy múltú 150 éves szervezetnek, a pénzügyőrségnek egy mérföldköve, hiszen 50 év működés után kialakításra került talán az egyik vagy az egyetlen ilyen típusú szervezeti egység a Duna mentén itt Mohácson. 100 éve. Ez is mutatja, hogy milyen értékek vannak ebben a szervezetben, akár a pénzügyőri ágat, akár azonnal jóval fiatalabb adószakmai területet nézzük. A mohácsi vízi határátkelőhely az uniós csatlakozás óta az EU és a Schengeni térség déli vízi kapuja is, mely felelős az Európai Unióba vízi úton érkező személyforgalom és vízi járművek ellenőrzéséért. Jelenleg ugye a Nemzeti Adó és Vámhivatal szintén egy ünneplés, vagy egy évfordulót ünnepel, 10 évesek vagyunk idén. Ez egy nagy integrált szervezet, amely az állami bevételek 95%-át biztosítja. Egy közös, egy szemüvegű megközelítésen belül szedünk be adókat, jövedéki adókat, vámokat, illetékeket, végezünk a végrehajtás feladatait. A pénzügyi igazgatás összes területén együtt dolgozunk, és azt gondolom, hogy ez nem csak egy technikai fejlődés, hanem egy szervezeti racionalizáció, és egy hatékonyabb munkavégzés is, amit most végzünk. Az ünnepségen köszöntötték a nyugdíjba vonult és a Mohácsi Vámhivatal folyamellenőrzésnél jelenlegi szolgálatot teljesítő kollégákat. Vörös József 1975-ben nyert felvételt a vám- és pénzügyőrséghez.
Pécset kezdett, majd onnan került Mohácsra. 1977-ben végezte el a Vám és pénzügyőrség alapfokú iskoláját, majd 30 évet dolgozott a szervezetnél. Jelentős időszak volt, elég hosszú volt, volt jó oldala, rossz oldala volt neki, de tulajdonképpen szeretettel csináltam a feladatomat, jó volt a kollektíva. Ugyan most ez a megemlékezés, ez a 100 éves megemlékezés tulajdonképpen emlékezetessé tette ezt az időszakot, és jól esett, hogy gondolt a mai vezetőség ránk. Az ENSZ a Nyugat-Európai Unió misszió befejezése után a Hannover és a Scharnbeck elnevezésű német hajókat a mohácsi határkikötőnek ajándékozta. A Hannoverre fel is szállhattak az ünnepség résztvevői. Lezárult a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság idei szezonja. A négy megye összefogásában fokozott rendőri jelenléttel vigyáztak a nyaralók biztonságára. Az áró értekezleten elhangzott, eredményes volt a Zala megye elnökletével zajló szezon. Eredményesnek ítélte az idei nyári szezont a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság. A négy megye, Veszprém, Fejér, Somogy és Zala összefogásával működő bizottság feladata a lehető legmagasabb közbiztonság fenntartása a Balaton régióban. Nyáron kiemelten sok turista érkezik a tó környéki településekre, ráadásul ilyenkor nem csak a szárazföldi, hanem a vízi balesetek is megszaporodnak. A Balatonparton egy hőség riadó, tehát egy nagyon meleg időszakban akár a vízbe 200-250 ezer ember is tartózkodik. Természetesen nem tudunk mindenki mellé oda menni. Egyre népszerűbb a vízisportok, a vitorlázás, rengeteg vízi jármű van, ezért nagyon komoly munkát kell végezni a kollégáimnak, hogy ezt a biztonságos tavat továbbra is biztonságossá tartsák. A rendőrök a szezon előtt és a nyári időszakban is folyamatosan felhívják a figyelmet a biztonságos strandolásra. A vízirendészet tapasztalata az, hogy a legtöbb baleset nem szabálytalankodás, hanem rosszul lét miatt következik be. Az idén 14-en fulladtak vízbe, ez a tavalyi esetek duplája. A BKKB-t az idei szezonban Zala megye elnökölte. A nem sajtónyilvános záró értekezleten beszámoltak a tapasztalatokról és az elért eredményekről. Mi 2019-ről 2020-ra egyrészt köszönhetően a pandémiának 7%-kal esett vissza a nyomozás elrendelések száma. Most, hogy nőtt az idegenforgalom, nőtt a turisták száma, ennek ellenére ismét tudtok 3%-kal csökkenteni ezt a számot. Szintén eredménynek tekintjük azt, hogy mindemellett egy olyan közbiztonságot tudtunk garantálni közútjainkon, közterületeinken, ami garancia volt arra, hogy az ide látogató turisták, vendégek jól érezzék magukat. A Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság feladatainak jelentős részét a Keszthelyi Rendőrkapitányság végezte el, ugyanis a térségben koncentrálódott a megyébe látogató turisták nagy része. A cél az volt, hogy a Balatonpart mellett a kis településeken is egy láthatóbb rendőrséget jelenítsenek meg. A bizottság eredményesnek ítélte a zalaiak munkáját, amit az ORFK is elismert. A helyi lakosság, a belföldi turisták és az idejár látogató külföldi vendégek már megszokhatták azt a magas szintű közbiztonságot, amit a négy megyei rendőrfőkapitányság állománya együtt a polgárőrséggel és más rendőri szervekkel tudott szavatolni. Nagyon sikeresek voltunk abban, hogy a lakosság sérelmére kevesebb jogsértés történjen, és komoly feladatnak tekintettük azt is, hogy a közlekedési balesetek számát csökkentsük. A nyári szezont követően sem pihennek az egyenruhások. A rendőrség továbbra is mindent megtesz azért, hogy a lehető legmagasabb szintű közbiztonságot tartsa fel a megyékben és az egész országban. A következő szezonban a BKKB elnökségét Somogy megye látja el. Végül nézzük főbb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Bringás reggeli Szekszárdon 220 csomagot osztottak ki a Tolnai megyeszékhelyen. Országos szakmai közlekedés rendészeti verseny, a legjobbak mérték összetudásukat Szekszárdon. Pályázatok civileknek, közel 10 milliárd forint áll rendelkezésre jövőre. Alzheimer világnap, Magyarországon megközelítőleg 300 ezer embert érint a betegség. Csütörtökön általában szép napos idő várható, csapadék nem hullik, a nyugatias szél gyenge mérsékelt marad,
Éjjel észak felől befelhősödik az ég. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!